Halálút az M70-es, az M7-es autópálya minden átmenet nélkül változik a kétirányú M70-essé, és bár erre táblák figyelmeztetnek, sokan azt hiszik, még mindig az autópályán vannak. Legutóbb tegnap történt emiatt halálos baleset, de csak az elmúlt 10 hónapban 4-en haltak meg itt. Veszélyes, veszélyes. A hivatásos sofőrök szerint is veszélyes az M70-es autóút, sokan csak előzés közben veszik észre, hogy itt már szemből is jönnek autók. Szabálytalan előzés után szenvedett halálos balesetet ennek az autónak a román sofőrje tegnap reggel. A külföldiek gyakrabban nézik autópályának az autóutat. A probléma lélektani. Az autóút előtt mindkét irányból több száz kilométeren át lehet autópályán haladni, aztán anélkül, hogy letérnénk az útról, a strádából autóút lesz. A megszokás miatt sokan itt sem számítanak szemből jövő kocsikra. Összehasonlításképpen az M7-es autópálya Fejér megyei szakaszán, amelyennél jóval forgalmasabb, tavaly egész évben egy halálos baleset történt. Itt az M70-esen idén eddig 2, az elmúlt 10 hónapban pedig összesen 4-en haltak már meg ezen a 21 kilométeres úton. Pedig az M70-esen végig táblák figyelmeztetik az autósokat a szembe jövő forgalomra. Az útkezelője szerint, aki betartja a szabályokat, annak nem kell aggódnia. Sajnos azonban nem ülünk ott minden autóban, és nem tudjuk minden sofőrnek egy picit visszahúzni a lábát a gázpedálról akkor, amikor ő valamiért nagyon siet. Hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, a közelmúltban a teherautók számára az egész útszakaszon megtiltották az előzést. Átadták a világ legnagyobb kotrógépét a Bükk-Ábrányi bányában. A gép 7 emelet magas, 70 méter hosszú, 107 lépcső lehet feljutni a tetejére. Ezzel termelik ki a földet, hogy hozzájussanak a szénhez. Fehet, emese! Először nem sikerült emesének, másodszor viszont igen. Bükk-Ábrányban így avatták fel a világ legnagyobb kotrógépét. 107 darab lépcső lehet a legtetejére feljutni, az azt jelenti, hogy a ledobószalag kezelőjének annyit kell minden nap megmásznia. A gép 7 emelet magas, a lánctalpai 4 méter szélesek. Indul a gép, forognak a lánctalpak és a tárcsa is. Ez fogja a földet kikanalazni, egyszerre 32 köbmétert. Egy beállási pozíciójában 22 méter vastagságban tudja a fedőközetet letakarítani, és hát nagyon gazdaságosan ebből adódóan az itt lévő tüzelőanyag kitermelése nagyon olcsóvá válik. 8 milliárd forintba került a gép, ez az összeg a tervek szerint 4-5 év múlva megtérül. Mögöttem a munkaterület, ott fog majd dolgozni a gép. Ma elindítják, és holnap fog odaérni. Percenként ugyanis 6 méter tud megtenni. Az lesz a dolga, hogy kitermelje a földet, és arra szalagra rátegye. Az RTR híradót Almási Beatrix tudósította Bükk-Ábrányból. Először lett póker világbajnok magyar játékos. Trapli Péter Las Vegasban 70 millió forintnak megfelelő dollárt nyert a világbajnoki döntőn, és ezzel elnyerte a legjobbnak járó aranykarkötőt. A legtöbbet kereső magyar pókerjátékos azonban nem a friss világbajnok, hanem Kaló Dénes. Ő eddig összesen 2,5 millió dollárt nyert pókeren. Ekkor már mindenki biztos volt. Trapli Péter internetes becenevén Béla bácsi nyerte a világbajnokságot. Az utolsó előtti pillanatban még nem volt ennyire biztos a magyar versenyző helyzete. Egy összecsapás után már úgy tűnt, az ellenfélnek nem maradt több zsetonja, csak hosszas számolgatás után derült ki, hogy hosszabbítás következik. Akkor azért így eszembe jutott, hogy innen elbukni, hát az gyönyörű lesz. Nem bukott. Elsőként vehette át magyar az aranykarkötőt. Las Vegasban minden évben egyszer rendezik meg a világbajnokságot, és ezen egy ilyen helyezést elérni az tényleg egy nagyon nagy szám, és az egész világ póker közösségében innentől ismert lesz a Béla bácsi. Béla bácsi állítólag nem él nagy világi életet, legtöbb pénzét számítógépes kütyükre költi. Egyik kedvenc szerzeménye egy 30 szolos monitor, amin egyszerre 20 partit tud játszani az interneten. Ha világbajnok nincs is, de gazdagabb magyar pókerjátékos van Trapli Péternél. Kaló Dénes eddig 500 milliárdot nyert pókeren. Korábban a Fókusznak beszélt arról, hogy szerinte mi sikerének titka. Inkább elvesztek kisebb partikat, és megpróbálok minél nagyobbakat nyerni, és így jutni erőre. Becslések szerint Magyarországon 200 000-en játszanak online pókerpartikon. A játékosok 10%-a pedig kifejezetten pénzkereseti lehetőségnek tekinti a pókert. Teltházas koncertet adott tegnap este a Depeche Mode Budapesten, 35 000-en tomboltak a szakadó esőben, a csapat énekesével nem sokára interjút láthatnak. Irán legfőbb vezetője Hamenei Ayatollah újra kijelentette, nem engednek a nyomásnak,
Ahmadinejad az elnök. Az éjjel ismét engedély nélkül tüntettek és gyújtottak gyertyákat az irániak Neda Szultán emlékére. A 26 éves nőt egy hétvégi tüntetésen lőtték le. A kormány tagadja, hogy ők lennének a felelősök, és megtiltott minden megemlékezést. Csak hogy a fiatal nő mártírrá vált Iránban, a haláláról készült megrázó felvétel pedig bejárta a világot. Silvio Berlusconi egy interjúban kijelentette, hogy soha életében nem fizetett szexért. A riportot legújabb botránya kapcsán készítette egy olasz lap. Az olasz kormányfő elmondta, sosem értette, miért jelent örömet az, ha hiányzik a hódítás élvezete. Berlusconi magánéletéről egyre többet cikkeznek a helyi lapok, legutóbb fotók jelentek meg az egyik villájában sétálgató, igencsak alulöltözött hölgyekről. Néhány napja pedig több prostituált is nyilatkozott, miszerint jártak a kormányfőnél. Erre mondják, a csodával határos, egy törökországi város egyik üzleténél elütött egy kocsi egy 4 éves gyereket, aki a levegőbe repült, majd a földre zuhant. Ennek ellenére sértetlenül állt fel és sétált el. A jelenetet egy biztonsági kamera rögzítette. A kép jobb felső sarkában a lépcsősor tetején látni a 4 éves Muhammedet. Aztán hirtelen megjelenik egy kocsi, derékba kapja a gyereket, aki a lépcső aljára repül, az autó pedig mellette landol. És csodák csodája, a kisfiú felkel, majd kisé imbolyogva elsétál, miközben egy férfi próbálja istápolni. Az első képkockákon a lépcső alján látott nagyobb fiúnak időben sikerült elugrani a bezuhanó kocsi elől. A kis Muhammed később azt mesélte az őt faggató riportereknek, hogy az autó megütötte, de nem fájt neki, csak megijedt. Aztán elmentem, mondta a gyerek, mintha ez lett volna abban a helyzetben a világ legtermészetesebb dolga. Az apa azért elárulta, hogy a kisfia zokogva rohant hozzá, bár fogalma sem volt, hogy a gyereket elütötte egy autó. Azt hittük a családdal, hogy azért borult ki, mert látta, mint a kocsi belerohan az üzletbe. Csak másnap tudtuk meg, mi történt valójában, mesélte az apa. A szerencsés baleset egy délkelet-törökországi város egyik vásárló negyedében esett meg. A kocsit végül kötelekkel a járókelők húzták ki a kirakatból a lépcsősor feletti utcára. A sofőr azt mondta a rendőröknek később, hogy elvesztette uralmát az autó felett, majd amikor meglátta maga előtt a gyereket, félrerántotta a kormányt, hogy ne gázoljon át rajta. Bemutatta a berlini állatkert legújabb lakóját, a 12 napos Maját, a tapírbébit. A kis állat 7 kilóval született, a gondozók azonban nem akarták rögtön kitenni a látogatók ilyenkor szokásos örömújongásának a 8 éves anyaállatot és csöpségét. Maja a pontos rendszertani meghatározás szerint egy dél-amerikai síkföldi tapír, ha pedig nagyobb lesz, elveszti csíkjait és barna bunda nő a testén. A berlini állatkertben 15 éve nem született tapír, amely veszélyeztetett fajnak számít. A lezuhant Air France gép katasztrófájának utolsó pillanatait mutatta be egy brazil és egy lengyel tévé. A szenzációsnak félt felvételekről utóbb kiderült, hogy a Lost eltűntek című film repülőgép zuhanás jelenetei. Az rtlhírek.hu kiderítette, hogy nem először történt ilyen átverés. A 2006-os és a mostani eset részleteit megtudhatja videós hírportálunkon. Teltházas koncertet adott tegnap este a Depeche Mode a Puskás Ferenc stadionban. 35 ezeren tomboltak a szakadó esőben. A csapat 2 tagja a fellépés előtt a Ludwig Múzeumban nézte meg az Anton Corbijn kiállítást. Anton Corbijn kísérte végig saját kiállításán a Depeche Mode 2 tagját. A zenészek a fotóssal együtt a repülőtérről rögtön a múzeumba mentek, hogy lássák a róluk készült fényképekkel berendezett termet. Corbijn, aki több száz világsztárról készített már fotókat, csak azért jött néhány napra újra Magyarországra, hogy megnézze a csapat koncertjét, hiszen ő volt a színpadkép kialakítója is. Nagyon komoly látogatottsága van ahhoz képest, hogy egy kortárs művészeti múzeumról beszélünk. Túl vagyunk már 16 ezredik látogatón. A koncerten persze már ott volt Dave Gahan is. Az énekes szervezetéből nemrég távolítottak el egy rákos daganatot, ennek ellenére szinte végig táncolta a fellépést. A Depeche Mode szintetizátorosa is megerősítette, Gahan nagyon beteg volt. Nehéz lenne most egyértelműen kijelenteni, hogy Dave teljesen meggyógyult, de reméljük a legjobbakat, hogy minden rendben lesz vele, mondta Andrew Fletcher. A Depeche Mode koncertjén több mint 35 ezeren tomboltak a szakadó esőben. A banda a fellépés után rögtön elrepült Prágába, ahol holnap zenélnek. Magyarországra januárba térnek vissza.
Mégsem lesz szakadás a Forma 1-ben, ezt Párizsban jelentette be Max Mosley, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, miután tárgyalt a kiválni szándékozó 8 csapat alkotta FOTA vezetőjével. Mosley szerint a csapatok, amelyek nem fogadták el a 2010-re bevezetendő 40 millió fontos költségplafont, most beleegyeztek abba, hogy a költségeket 2 év alatt csökkentsék az 1990-es szintre. Cserében Max Mosley eláll attól, hogy újra jelöltesse magát a FIA elnöki posztjára. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Több települést is elöntött az árvíz, Kőszegen utcákat kellett lezárni, mert fél méteres víz fönpölygött a városban. A katasztrófa védelem még most is dolgozik a helyszínen, árad a Rába, a Mura, a Gyöngyös és a Répce is. Budapesten egyelőre nincs készültség. Vizsgálják az étkezési szokásait annak a családnak, ahol egy 5 éves kislánynál hormonzavar tapasztaltak, állítólag a rendszeresen fogyasztott gabonapehely miatt. Először lett pókervilágbajnok magyar játékos, Trapli Péter Las Vegasban 70 millió forintnak megfelelő dollárt nyert. Ma este még kétszer várom önöket, addig is viszontlátásra.